Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit úgy érzem, hogy ismét beszélni kell a koronavírusról, hiszen egyre nagyobb pánik és rengeteg rémhír és félelem uralkodik és terjed a társadalomban. De mielőtt erre rátérnék egy kicsit, várom, hogy gyűjjenek itt a nézők a csatornán. Nagyon gyakori kérdés, ami érkezik hozzám gyermekgyógyászhoz, hogy melyik gyerek mennyire, hogy van veszélyben. Nagyon köszönöm először is a rengeteg megtisztelő üzenetet, de nincs egyszerűen kapacitásom mindenkinek válaszolni, sőt a többségnek nem tudok, tehát képtelenség. Most, hogy hazaértem a rendelésből, azonban így szeretnék önökhöz szólni és pár dolgot tisztázni. Az összességében továbbra is elmondható, hogy a koronavírusról, vagy a koronavírussal kapcsolatban egy túlzott pánik és félelem uralkodik az emberekben, ami jelenleg nem indokolt. Én továbbra is elmondtam, vagy korábban is elmondtam, hogy az influenza vírus az minden évben körülbelül 300 ezer, 600 ezer halálos áldozatot szed világszerte. Nyilvánvalóan nem tudjuk megjósolni, hogy a koronavírus mennyit meg hogy fog szedni. Eddig azt látjuk, hogy néhány ezer, talán 3000, 4000 körül van emlékeim szerint jelenleg a halottaknak a száma. Tehát az influenza az még napjainkban is sokkal nagyobb veszélyt jelent az ön gyermekére, és sokkal nagyobb az esélye statisztikailag annak, hogy ön autóbalesetben vagy influenza vírusban meghalt. Ez nem azt jelenti, hogy elbagatelizáljuk a koronavírus, és nem éri meg ellene védekezni, de valóság az nem fekete vagy fehér, nem ilyen egyszerű a történet. Ugye a koronavírusnak úgy néz ki, hogy kicsit jobban terjed, mint az influenza, a halálozása is magasabb, mint az influenza. Joggal adódik a kérdés, hogy akkor rettegnünk kell tőle, és akkor kikre jelent veszélyt, meg hogyha most én azt mondom, hogy nem olyan veszélyes, akkor miért van mégis ez a karantén dolog, miért van ekkora hercehurca az ügy körül? Hát azért, mert járványügyi intézkedésekkel jelentősen mérsékelni lehet a halálozást, a megbetegedéseket, az okozott gazdasági károkat. Az is biztos, hogy a járványoknál nem tudjuk előre, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Ugye, ha visszagondolunk pár héttel ezelőttre, a világ legnagyobb szakemberei is két álláspontra szakadtak. Egyik részük azt mondta, hogy nem fog akkora járványt okozni, világjárványt okozni. Másik fel a szakértőknek azt mondta, hogy világjárvány lesz. Most már azért úgy néz ki, és hát a WHO ki is mondta, az utóbbiaknak lett igaza. Ezt nem lehet előre tudni, tehát ez nyilvánvalóan olyan, mint egy 11-es vagy egy szöglet a fociban. Nem lehet megmondani, hogy abból most gól lesz-e, vagy nem lesz gól. Továbbra sem indokolt a felvásárlási láz, és továbbra sem indokolt a társadalomnak, önöknek pánikolni, és az életükért aggódni mindenkinek, hogy a fiatalok, csecsemők, mindenki egytől egyig meghal, és világvége lesz. Természetesen elbagatelizálni sem lehet, tehát továbbra is fenntartom azokat, amiket a korábbi videókban is mondtam, hogy nyomon kell követni a fejleményeket, és bizony amikor indokolt, akkor szükséges olyan irányban lépni és olyan döntéseket meghozni, ami mindannyiunk biztonságát elősegíti. Veszélyes-e a gyerekekre a koronavírus? Hangsúlyozom, hogy csak jelen tudásunkra alapozhatunk, nyilvánvalóan változhatnak a vírusok is, létrejött egy új mutáció, mint ahogy mindenben, és gyökeresen megváltozhat a megbetegedő képesség is. Azért nem ennek van a legnagyobb esélye, de jelenleg azt látjuk továbbra is, hogy nem veszélyes a gyerekekre. Ez nagyon érdekes lehet sokaknak, hogy egy betegség az nem veszélyes a gyerekekre, hát kicsi is, állandóan betegesebb, taknyos, náthás, nem tudja fújni az orrát. Ennek elsősorban immunológiai okai vannak, tehát nagyon érdekes, hogy vannak olyan betegségek, mint például a meningokokkusz okozta agyhártyagyulladás, amely nagyon veszélyes a csecsemőkre, veszélyes a kisgyerekekre, serdülőkre, felnőttekre már nem olyan veszélyes. Az RS vírus, vagy RSV fertőzés veszélyes a csecsemőkre, újszülöttekre, nem veszélyes a felnőttekre.
A kullancsenkefalitis vírus veszélyes a nagyobb gyerekekre, 4-5 éves kor alatt pedig úgy tűnik, hogy nem okoz komoly megbetegedést, éppen ezért én sem oltok 4 éves kor alatti gyerekeket kullancs ellen. Vagy például a Clostridium difficile egy veszélyes betegséget okoz felnőttekben, gyerekekben pedig a normális bélflóra lésze, és a széklettenyésztésből kijön, akkor nem tojom össze magam, hanem semmiféle teendő nincsen legtöbbször vele. Tehát vannak életkori sajátosságok. Amit említettem, ugye, hogy néhány ezernél tart, nyilvánvalóan ez nőni fog a koronavírusos betegségek száma, az, hogy a média minden egyes halálesetről, minden egyes fertőzésről beszámol, ez valóban fölnagyítja jelentősen a problémát, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy úristen, ez egy olyan veszélyes járvány, hogy mindannyian meg fogunk halni. Erről szó nincsen. Úgy néz ki, különböző adatok vannak, hogy a koronavírus betegségek jelentős része, akár 60-80%-a teljesen tünetmentesen zajlik. Vagy nagyon enyhe tünetekkel, esetleg enyhe torokfájás, köhögés, láz. Óvaintek mindenkit attól, és nincs is erre sehol a világon kapacitás, hogy akkor mindenki koronavírusra tesztelje magát. Egy ilyen tesztnek az elvégzése, ilyen DNS meghatározás, bázispár meghatározáson alapul, több 10 000 forintra rúg, tehát ennek senkinek a világon nem lesz pénze. Ebből következik, hogy mivel nagyrészt tünetmentesek a gyerekek is, meg a felnőttek is, nagyon sok ember, rengeteg ember fertőzött a világon, és biztosak lehetünk abban, hogy most jelenleg Magyarországon, ahogy mondtam, több 100 vagy több 1000, még akár az is elképzelhető, több 10 000 koronavírus fertőzött van, mégsem kell pánikba esnünk. Kikre veszélyes? Tehát úgy néz ki, hogy gyerekekre nem veszélyes. Nem nagyon lehetett olvasni tömeges, de még tudtommal elszórt gyermek halálesetekről sem, amit egyértelműen a koronavírus fertőzés okozott. Tehát minden szülőt gyermekgyógyászként meg kell nyugtassak, hogy nem a gyerekük miatt kell aggódni. Nyilvánvalóan vannak kivételek. Tehát például a szervtranszplantáltak, az immunszupresszív kezelésben részesülő, súlyos alapbetegsége rendelkező gyermekek rizikófaktorokat hordoznak, tehát ők esendőbbek. Ez nem azt jelenti, hangsúlyozom, hogy fel kell függeszteni az immunszupresszív gyógyszer szedését, mert sokkal nagyobb veszélyt jelent az, hogyha elhagyják a gyógyszert, mint hogyha nem, és egy járványban mondjuk gyakori kézmosással védik a gyereküket ez ellen. Tehát gyerekeket összességében és felnőtteket nem kell félteni. Tehát nem kell pánikba esni, hogy mindenki meghal. Utána majd átolvasom itt a kérdéseket, csak elmondom a gondolataimat, látom, nagyon sok jön. Szóval nem kell pánikba esni. Jelenleg azt tudom mondani, hogy ami a gyerekeket igazán veszélyezteti, az például az agyhártya gyulladás. Amiben minden évben nagyon sok csecsemő meghal világszerte, és Magyarországon is rendszeresen vannak halálos áldozatok. Ennek van az ő korosztályukban realitása. Tehát nagyon jó és természetes szülői ösztön, hogy mindenki óvja és félti a gyerekét, de nem őket kell félteni. Nem is magunkat, egészséges felnőtteket kell féltenünk. A halálozás az döntően nagyon idős, nagyon beteg, infarktuson átesett, cukorbeteg, COPD-s, tüdőbeteg, stb. Idős embereket érinti. Ha félnünk, és nagyon sokszor tapasztalom, hogy a felnőttek is félnek. Ezúton nyugtatnék meg mindenkit, nem kell félnünk, nem kell pánikolnunk. Ha én félnék, mivel én csak magárendelésen dolgozom, és úgymond a saját magam főnöke vagyok, ezért nagyon kényelmesen megcsinálhatnám azt pár kattintással az online foglalási felületen, hogy én mostantól bezárom a rendelési napjaimat, viszont látásra, én 3 hétig, vagy 1-2 hónapig nem dolgozok, simán megtehetem, semmi probléma nem lesz, és akkor nem teszem magam ki veszélynek. A koronavírus nem rám veszélyes. És az iskola bezárások, amiknek hát egyre nagyobb realitása van, és várhatóan nagyon hamar meg fog Magyarországon is történni, ez a papírforma, nem azért lehet szükség az iskolák bezárására, mert a gyerekekre veszélyes, hanem a gyerekek nagyban, mivel nagyon sokszor tünetmentesek, nagyban
felelősek a járványok terjesztéséért. Tehát meg lehet akadályozni azt, hogy átadják nagyon sok másik betegnek és páciensnek. Tehát kikre veszélyes? Idősekre. Én nem magam miatt aggódom, én a szüleim miatt aggódom például, akik sokkal idősebbek, és önöknek is őket kell védeni. Majd kicsit kitérek el, hogy mit lehet ez ellen tenni. Ugye, miért fontos mégis a koronavírus? Kicsit ellentmondásos lehet, és sokan nem értették meg, hogy egyfelől azt mondom, hogy nem kell pánikolni, nem lesz világvége, nem olyan veszélyes, de mégis azt mondom, hogy mégis oda kell figyelnünk, nem szabad félváról vennünk, és nem szabad elbagaterizálnunk a fertőzést. Ez látszólag ellentmondás. Arról van szó, most már úgy néz ki, hogy tényleg a nagy járvány, a nagy esetszámú megbetegedés az elkerülhetetlen, és nagyon sokan meg fognak betegedni. Ennek a döntő többsége teljesen tünetmentes lesz, nem lesz több, mint egy egyszerű torokkaparás. Viszont nem mindegy, hogy a járványügyi intézkedések eredményeképpen a járvány ez egy ilyen nagy csúcsot fog, képzeljünk egy ilyen nagy görbét, ami megjelent egyébként nagyon helyesen a médiában, és mondjuk itt van az egészségügy kapacitása. X orvos van, X nővér, X intenzíves ágy, és nincs több lélegeztetőgép. Ha ilyen nagy hullámban jönnek a betegek, akkor bizony választani kell, hogy a 80 éves papát mentjük meg, aki már 3 szívinfarktuson átesett, vagy a 72 éves nagymamát, akinek csak egy szívinfarktusa volt. Az orvos választani fog, és az utóbbira fogja rakni az utolsó lélegeztetőgépet, a másik, az idősebb nagypapa pedig nagyobb eséllyel meg fog halni sajnos, mivel nincs elég lélegeztetőgép. A járványügyi intézkedéseknek köszönhetően viszont az ekkora hirtelen beteg csúcsból, hogyha hirtelen előzönlik az idős, súlyos betegek a kórházakat, ellapíthatjuk a görbét. Azaz még lehet, hogy statisztikailag akár ugyanannyi beteg fog megbetegedni, de nem mindegy, hogy az a betegözön az 2 hét alatt fog megjelenni a kórházakban, vagy 6 hét alatt. Tehát nagyon nem mindegy, ha sikerül ellapítanunk a görbét, és folyamatosan, egyenletesen érkeznek a betegek, sokkal nagyobb eséllyel tudják megmenteni, mert lesz lélegeztetőgép, nem 40 beteg lesz az intenzíven, hanem csak 25 vagy 20, tehát emiatt fontos nekünk a járványügyi intézkedéseket betartani. A másik gyakori kérdés, hogy hogyan lehet kigyógyulni, hogyan lehet kezelni a koronavírust. Ugye egyértelműen, igazoltan és bizonyítottan hatásos gyógymód jelenleg nincs rá. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet mit tenni. Vannak olyan gyógyszerek, ebola, AIDS és stb. Kezelésekben részlegesen használt hatóanyagok, amik felmerült, hogy hatásosak súlyos betegségnél kórházi kezelésben. De van az úgynevezett tüneti terápia, ami azt jelenti, hogy ha valaki rosszul van, akkor adunk neki oxigént, ha valaki nagyon rosszul van, akkor pár napig lélegeztetjük, adunk neki kis infúziót, ha láza van, adunk neki lázcsillapítót, ha felmegy a vérnyomás, adunk neki vérnyomáscsökkentőt, tehát a tüneteket kezeljük a páciensnél is. Ami nagyon fontos, hogy legtöbbször, ugye mi történik, tünetmentes vagy nagyon enyhe betegség, az immunrendszerünk fogja meggyógyítani ezt a betegséget. Tehát nem arról van szó, hogy valaki elkapja, az halálra van ítélve és meghal, hanem mint ahogy egy náthából, mint ahogy egy torokfájásból kigyógyulunk, úgy lehet ebből a betegségből is meggyógyulni. Hangsúlyozom tehát, hogy azokat az intézkedéseket, amiket miért én is itt részletezek, azokat az idős, veszélyeztetett beteg populáció érdekében kell megtenni. És természetesen figyelemmel kell követni a járvány alakulását, jellemzőit. Ahogy az orvostudomány, ugye a járvány is ugye folyamatosan változik. Közben próbálom itt nézni a kérdéseket, de rettenetesen sok jött. Még arra reagálnék, amilyen döntést én is meghoztam, és ami talán a legfontosabb. Ne essenek pánikba, és ne rohamozzák meg az orvosi rendelőket. Amit tudunk tenni, gyakori helyes kézmosás, rengeteg helyen megmutattam én is, legalább fél percig ujjak között, hüvelykujjat alaposan, most nem tudom, egyik kézzel tartom a telefont, megmosni.
kerüljük a közvetlen kontaktust, ne adjunk puszit, ne fogjunk kezet, ne látogassuk feleslegesen nagymamát, és ne látogassuk feleslegesen az orvost. És ez a legfontosabb dolog. Hangsúlyozom, ha valóban rettegni és félni kellene ettől a vírustól, akkor én lehúznám a redőnyt, média interjúra nem mennék, rendelőbe nem mennék, és viszontlátásra visszavonulnék, továbbra is rendelek viszont. A magánszektorban valószínűleg elsőként vezettem be azt az önkorlátozó intézkedést, ami hát abszurdnak tűnhet, hiszen úgymond pénztől esik el az ember, de vissza fogom utasítani a következő hetekben innentől kezdve az összes olyan foglalást, ugye nálam előre fizetéses online foglalásos rendszer működik, tehát visszautasítom az összes olyan páciens és beteg ellátását, akinek nem sürgős, nem problémás a betegsége. Tehát krónikus panaszokkal nem lehet hozzám jönni. Savós középfőgyulladás kontrolljával nem lehet hozzám jönni. Ha fél éve fájdogál a hasam, nem fogom fogadni. És akkor se fogom fogadni, hogyha pár órája lázas, vagy akár két-három napja lázas a gyermek, csak akkor fogom fogadni, a novakhunor.hu/láz rovatban fent van egy kiváló hollandiai beteg, tájékoztató magyarra fogad, fordítva, akkor fogom fogadni azokat a pácienseket, hogyha azon tájékoztató alapján valóban indokolt az orvosi vizsgálatuk. Szóval le kell szokni arról ebben az időszakban, hogy indokolatlanul menjünk a rendelőbe, nem azért, mert a gyerekekre veszélyes, hanem azért, mert a gyerekek elkaphatják, nagyon enyhe tünetekkel pedig továbbadják és fokozzák a járvány terjedését. Én ebben kőkemény leszek, tehát minden, ami nem halasztható, vagy minden, ami halasztható, azt halasztani fogjuk. Hetekkel, vagy akár hónapokkal meglátjuk, attól függ, hogy mikor cseng le a járvány. Néhány kivétel van, ugye védőoltások kapcsán, annak a védőoltásnak beadását vállalom, ami fontos, és az ember mindig mérlegel, hogy most a járvány megállítása, meg a gyerekek egészsége nyilván nem kerülhet veszélybe. Hangsúlyozom, például a meningokokkusz, agyhártyagyár gyulladás elleni választható oltások beadását továbbra is javaslom, és továbbra is végig vállalni fogom, mert az például sokkal nagyobb veszélyt jelent a gyerekekre, mint a védőoltásoknak az elhagyása. Igyekeztem most itt röviden pár dolgot, amiről beszéltünk korábban elmondani. Ha van kérdés, akkor még kérem, hogy tegyék fel. Itt igyekszem válaszolni, ne küldjék el kérem e-mailbe annyit, meg Facebook üzenetben, nagyon megtisztelő, annyit kapok, ki nem tudok képtelenségre válaszolni. Kérdezi Tóth Lajos és Andi, a gyerekem kruppos, akkor veszélyeztetettebbnek számít-e, könnyebben elkaphatja? Nem tudunk, tehát nincs specifikus korcsoportos, meg ilyen specifikus csoportokra vonatkoztatott adat. Nyilván a józanész az diktálja, hogy minden olyan betegség, ami a tüdőt érinti, hiszen ez a betegség is elsősorban a tüdőt támadja meg, szóval ha van olyan alapbetegség, ami a tüdőt érinti, akár például egy aszma vagy COPD, az nyilván fokozza a betegségnek a rizikóját, de egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ön gyermeke az életveszélyben van. A kruppot ilyen tekintetben azért valószínűleg elég banálisnak tekinthető, az nem egy aszma kategória, de az aszmás gyerekek szüleinek sem indokolt, most azt gondolom, hogy rettegni. Csecsemők érintettsége. Kedves Csilla, elmondtam az adatokat. Vannak diagnosztizált újszülöttek, például Olaszországban, nincsen semmilyen komoly tünetük, tudomásom szerint. Tehát nem a gyerekek, és nem az egészséges felnőttek a fő probléma. Ezt kellene megérteni, és ez az üzenet kellene átmenjen, hogy hiába halljuk a média, vagy úristen, itt a járvány, kezet kell mosni, Olaszországban még meghalt, ez karantén lett, másik ország is bekeményített. Itt nem ez a probléma. Ez a probléma, hogy van egy előregedő társadalmunk, az a probléma, hogy idézőben probléma, hogy daganatos betegek vannak, akik különböző kemoterápián, gyógyszeres kezelésen estek át.
túl jó az orvoslás, nagyon sok olyan embert megmentünk, aki 50 évvel ezelőtt biztosan meghalt volna, és most őket veszélyezteti ez a betegség elsősorban. Amanda kérdezi, hogy honnan lehet megkülönböztetni mondjuk egy megfázásnál. Gyakorlatilag nagyon egybe folynak a tünetek, tehát klinikailag nem igazán lehet megkülönböztetni. Nem is indokolt, ahogy mondtam, mindenkit koronavírus irányába tesztelni. Ha beteg, akkor vegyen szájmaszkot, egészségesen ne. Ha betegen, akkor egyszerű sebészi szájmaszkkal védje, hogy kiköhögje ezeket a kórokozókat, és maradjon otthon. Tehát ha koronavírusos sem indokolt mindenképpen kórházba menni, maradjon otthon és gyógyulgasson otthon, akkor forduljon orvoshoz, hogyha drasztikusan romlott az állapota, fullad, szája kékül, nagyon rosszul van. És hangsúlyoznám, ne menjenek feleslegesen a rendelőbe, érdeklődjenek a zöld számokon, hívják fel a házi orvosát. Ez is egy nagyon fontos tanács, és ezért igyekszem én is leszoktatni most a betegeket a következő hetekben arról, hogy ne jöjjenek apró cseprő halasztható dolgokkal az orvoshoz, mert összeszedik, továbbadják, fertőznek a betegséggel. Itt kérdezi, kismamák, kevés adatot tudunk erről. Aszmát kérdezik többen, amire itt igyekeztem válaszolni. Hú, rengeteg kérdés jött, még egyet itt kinézek. Rocner György kérdezi, hogy a cukorbetegség, meg egyebek. Azt tudom mondani, hogy nincs, ugye ennyi idő alatt nem lehet olyan komoly vizsgálatokat és statisztikákat, meg betegcsoportokat készíteni, hogy az egyes típusú ilyen hemoglobin A1C-vel rendelkező, ilyen korosztályú, egyéb betegséggel nem rendelkező magyarországi lakosok körében hány százalékkal nagyobb a koronavírus súlyos szövődményének az esélye. Tehát erre nincsen esély, hogy ilyen részletesen tudjunk válaszolni. Azt tudjuk mondani, hogy akinek súlyos betegségei vannak, idős, elsősorban azokra veszélyes, tehát 60 év felett, 70 év felett nyilván ott nő drasztikusan a rizikó. Úgyhogy itt a rengeteg kérdése, csak ezt tudom mondani továbbra is, megnyugtatva önöket, hogy ez nem az átlag emberre veszélyes, ez nem az átlag banális betegségek hordozóira, elszenvedőire, ígé a hiány, meg egyéb apró cseprőbb dolgok esetében veszélyes. Szóval azt gondolom, hogy kezeljük helyén a dolgokat, ne pánikoljunk, de vigyázzunk egymásra, és tegyünk meg mindent azért, hogy lapítsuk el ezt a járványgörbét, és ne betegedjen le annyi idős és elesett krónikus beteg ember. Ne látogassuk feleslegesen a nagyit, ne látogassuk feleslegesen a nagypapát, hagyjuk őket egy kicsit békén, és mossunk gyakran kezet, és ne menjenek feleslegesen orvoshoz. Most eljött az az idő, hogy minél kevesebbet kell érintkezni a társadalomnak azért, hogy ne rohamozzák meg a lélegeztetőgépre szoruló idős emberek a kórházakat. Ez a fő üzenet, továbbra sem indokolt a pánik, ránk fiatalokra továbbra is sokkal veszélyesebb az influenza, sokkal veszélyesebb a kicsikre az agyhártyagyulladás, sokkal veszélyesebb mondjuk egy tetanusz, egy átlag egészséges felnőtt emberre, és még sorolhatnám a problémákat, sokkal veszélyesebb az ittas vezetés, úgyhogy kezeljük helyén a járványt, nem kell pánikolni. Köszönöm szépen a figyelmet, tényleg nem húzom hosszabbra. Próbáljunk tényleg a legtriviálisabb dolgok. Ne puszilkodjunk, ne fogjunk kezet, mossunk gyakran kezet. Ezekkel lehet a legtöbbet tenni. Nincs csoda gyógyszer, nincs csoda gyógymód, hanem ezek a triviális, tudományosan bizonyított dolgok a legfontosabbak. Bármi újdonság lesz, tájékoztatni fogom önöket. Ha tetszett a videó, és nem követi még az oldalamat, akkor kattintson a nevemre, és kattintson rá, hogy követem. Küzdjünk a lájkvadász oldalak ellen, a hamis hírek ellen, koronavírus.gov.hu.
hiteles oldalt, tájékozódjon onnan is, és ha tetszett ez a videó, akkor járuljon hozzá ahhoz, hogy enyhítsük a pánikot mindenkinek a körében, hogy nem kell a saját gyerekének az életéért rettegni, egy élete miatt rettegni, viszont az idősek miatt indokolt a fokozott félelem, egyfajta, vagy nem fokozott félelem, fokozott törődés és elővigyázatosság, úgyhogy az ő érdekükben, mint egy társadalmi szolidaritásként figyeljünk ezekre oda. Köszönöm a figyelmet, szép estét, viszontlátásra!